No kérem, hát ugye már beszéltünk a lakásárakkal kapcsolatos hírekről, ugye a lapszemlében, most egy kicsit tovább boncolgatjuk a témát, miért nem javítunk a rossz lakhatási helyzetem. A Habitat for Humanity Magyarország már 10. alkalommal csinált lakhatási jelentést, és hát ennek első fejezete a lakhatási szegénység csökkentésének európai uniós kereteit járja körül. Erről fogunk beszélgetni Vankó Lilivel, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai menedzserével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Tisztázzunk néhány alapfogalmat. Az egyik az az rögvest, hogy mi az a lakhatási szegénység? A lakhatási szegénységet több szempontból definiálhatjuk. Lehetünk például egy területi elosztást, tehát ha valaki olyan területen lakik, ahol nincs a közelében munkahely, vagy nincs a közelében alapvető ellátás, lehet lakásminőségi szempontból, illetve megfizethetőségi szempontból a jövedelmének mekkora részét kell lakhatásra fordítania. És alapvetően elmondható, hogy Magyarországon ezekből a különböző szempontok alapján 2-3 millió ember érintett a lakhatási szegénység. Lakhatási szegénység jelenti az, hogy valaki nem tud kijönni az albérletből, mert nincs ehhez pénze, hogy új lakást vegyen, meg az is lakhatási szegénység, hogyha valaki nagyon rossz minőségű ingatlanban lakik? Pontosan. Uh-huh. Pontosan, hogyha a rezsiköltséggel akadnak problémái, az is a lakhatási szegénység egy bugyrába tartozik, tehát uh-huh. az energiaszegénységbe, illetve másik példával élve ennek van egy jogi aspektusa is, hogyha valaki nem tiszta jogi körülmények között él egy albérletben, feketén vagy ilyen uzsora albérletben, és emiatt akadhatnak problémái. Uh-huh. Ez is hozzá tartozik a lakhatási szegénységhez. És az, hogy annyira fölmentek az árak, hogy sokaknak esélyük sincs lakáshoz jutni, ez is része, vagy ez egy külön? Abszolút, ez pedig egy megfizethetőségi probléma. Tehát uh-huh. vannak ilyen különböző hüvelykúj szabályok, mint Magyarországon nem feltétlenül alkalmazunk annyira, hogy valaki a fizetésének vagy a bevételeinek hány százalékát költi a lakhatással kapcsolatos költségeire, és ezt ha ilyen 40% küszöböt eléri, akkor már szintén lakhatási szegénységre beszéltünk. A mostani albérlet árakat elnézve, és az átlag fizetéseket, azért nagyon sokan még egy ilyen középosztályból is már megütik ezt a kategóriát jóformán, hogy a fizetésük egy 40%-át az albérletükre költik, illetve a rezsiköltségekre. Uh-huh. Hogyan alakultak a lakhatási szegénység adatai az elmúlt 5 vagy akár 10 évben Magyarországon, mióta ezt a jelentést készítitek? Általánosságban elmondható, hogy ez a 2-3 milliós lakhatási szegénységben élő szám, tehát az utóbbi 30 évben nem nagyon változott, ennek az összetétele igen. Azt is elmondhatjuk, igen, hogy a lakás és albérletárak az utóbbi 10 évben extrém módon növekedtek, tehát, és nem követi ezt a béremelkedés, hogyha megnézzük ezeket a rátákat. Szóval a számok nem változnak, az energiaszegénységgel kapcsolatosan szintén nem. Ez amiatt is elmondható, hogy Magyarországon a lakáspolitika, mint ami nem feltétlenül egy létező fogalom, tehát nincsen külön egy lakhatással foglalkozó miniszter, vagy akár egy államtitkár, és kevésbé fontos eleme a szociálpolitikának a lakáspolitika. Ezt azért furcsa hallani, mert hogy közben meg irdatlan nagy pénzeket költenek családtámogatásra, aminek a nagy része pont a lakáshoz jutást, illetve a lakásoknak a felújítását támogatja. Igen, de ahogy ön is említette, ez inkább egy családpolitikai intézkedés, egy demográfiai intézkedés, mint kifejezetten lakhatást célzó, és pont ezért nem is feltétlenül szociálisan célzott. A most meglévő lakhatással kapcsolatos kormányzati intézkedések elsősorban a közép és felső középosztályt célozzák. Ez azért is van, mert nagyon nagy részét előfinanszírozni kell, és sokan nem tudnak előteremteni az alapvető költséget, amit később az állam visszafizetne. Aha, viszont a szociális lakásügynökségről is érkeztek hírek, ott valami megmozdult és változik, és egész konkrétan lehet tudni, hogy ez el fog indulni. Erről mi a véleményük, ez változtathat valami? Az igazság, hogy ez egy meglévő lakásügynökség volt, ami nem feltétlenül lakásügynökségnek indult, hogyha most a Máltai Szeretetszolgálat vezetésről beszélünk. Ez már egy meglévő, egyébként nagyon jól célzott program volt, ez a nemzeti eszközkezelő volt, ami a devizahitelválság után indult be, ő felvásárolta azokat a lakásokat,
azoknak az embereknek a lakásait az állam, akik nem tudták törleszteni a devizahitelüket, és így állami kézbe került, és ők kedvezményes lakbért fizettek vissza, és így sokan visszavásárolták a lakásokat. Ez a nemzeti eszközkezelés szerintünk egy nagyon jól működő rendszer volt, és ez most kerül átalakításra, amivel esetleg olyan problémák merülhetnek fel, hogy kevésbé átlátható, de ez megszűnt ez az ilyen állami lakásrendszer, amit a nemzeti eszközkezelő képviselt. És az, hogy most bekerül egyházi kézben, efelett nincs feltétlenül ugyanaz a jellegű kontroll, mintha ez egy állami vezetés lenne. Tehát nem egy új intézkedésről beszélünk, hanem meglévő dolgok. Igen, csak az a cél, az a terv, hogy ezt kibővítik, és túllépnek a bajba került devizahitelesek vagy től megszerzett lakásokon, hogy ez lehet egy jó irány például? Lehet egy jó irány, azonban nagyobb együttműködés kéne ebben szakmai szervezetekkel, azt gondoljuk. És ez se egy konzultáció alapján történt, tehát ez egy döntés megszületett, hogy átkerült ezen egy házi szervezetek kezébe ez a hatalmas lakásállomány, nem feltétlenül egy ilyen demokratikus döntés, vagy egy ilyen civilekkel való konzultáció kapcsán. A szociális ügynökség, mint ami abszolút jó irány, csak ebben jó lenne, hogyha több szervezet is részt vehet, nem feltétlenül ezek a már amúgy is nagy hatással bírónak szervezetek. Hogyan lehetne segíteni a lakhatási szegénységen? Mondom, ezt nagyon egyszerűen tűnő kérdés formájában, de gyanítom, bonyolult problémáról van szó, és lemerném fogadni azt is, hogy a bérlakás szó el fog hangzani a válaszban. Igen, ez előre jelezheti, hogy valóban a szociális, meg abszolút az önkormányzati bérlakásrendszert, állami bérlakásrendszert nagyon jó lenne kibővíteni, a meglévő lakásállományt is felújítani, ezt rengeteg önkormányzati bérlakás van, ami üresen áll a rossz állapotából adódóan, ez megbízható, megfizethető lakhatást tudna nyújtani sokak számára, ezáltal elindulhatnánk abba az irányba, hogy nem feltétlenül a magántulajdon dominálna, ami szintén egy egészségesebb keretet tudna nyújtani a lakáspolitikának Magyarországon, illetve ami még nagy segítség lenne, különféle visszanemtérítendő állami támogatások elsősorban energiahatékony felújításra, ami ezáltal növelni vagy javítaná a lakásminőséget is, és még klímacélok elérését is segítené, tehát az állam szempontjából, vagy egy nemzetgazdasági szempontból is nagyon kifizetődő dolog lenne. Másik fontos aspektus lenne Magyarországon az, hogy a hajléktalanság jelenleg kriminalizált, ezt az intézkedést vissza kéne vonni, ki kéne bővíteni az ellátórendszert, és bővíteni kéne az ilyen kilépő lehetőséget az ellátórendszerből, tehát ha valaki hajléktalan, akkor legyenek ilyen megoldások, hogy ne maradjon örökké a szociális ellátórendszerben, hanem előbb-utóbb meg tudjon fizetni egy albérletet. Bocsánat, csak a klímacélok, illetve a felújításhoz kapcsolódó összegek. Ugye erre van egy csomó uniós pénz, amit Magyarország valahogy mégsem vesz igénybe. Ez miért van? Pontosan ezzel foglalkozik a most megjelent fejezet. Egyrészt EU részéről sem feltétlenül rendkívüli nagy nyomásgyakorlás történik, Magyarországon pedig ezek a pénzek egyszerűen nem arra célra fordítódnak, vagy azt is el lehet mondani, hogy papíron kipipálnak egy bizonyos pontot, de egy bizonyos fejezetet, de ezek az allokációk a most beérkező egyébként hatalmas pénzösszegeknek továbbra sem szociálisan céltottak. Tehát ha most még nézzük a helyreállítási és ellenállóképességi eszközt, ennek az elosztása Magyarországon nem tükrözi vissza például az olasz példát, ahol rengeteget fordítanak energiahatékony felújításra, rengeteg visszanemtérítendő támogatást nyújtanak háztartásoknak. Magyarországon ez nem történt meg. Az is hozzátartozik, hogy ezt a tervet még a mai napig nem fogadta el az Európai Bizottság, úgyhogy meglátjuk, hogy mi most berekerült pluszban ez a napelem program. Ez se feltétlenül a lakhatási szegénység csökkentését célozza, hiszen ugyan papíron alapjövedelem alatt, vagy átlagjövedelem alatt háztartások pályázhatnak rá, ez még így is nagyon magasan húzza meg a küszöböt. Tehát Egyébként miért érdeke a magyar társadalomnak a lakhatási szegénység elleni küzdelem? Én érteni vélem, csak szeretnénk egyértelművé tenni a hallgatók számára is. Ha belegondolunk, nagyon sokakat érint, tehát hogy nem csak ezt az ilyen extrém helyzeteket kell képzelni egy szegregált településen vagy hajléktalanság, hanem
kezdve a kisnyugdíjasoktól, fiatal pályakezdőktől, pedagógusoktól, egyéb szociális ellátórendszerben dolgozóktól, akiknek nagyon alacsony a jövedelme. Ez egy probléma, ami mindannyiunkat érint, és alapvető biztonságot nyújt a megfelelő lakhatás, és majdnem, hogy ilyen alapjogként kéne kezelni. Ezért azt gondolom, hogy ez tényleg minden állampolgárt megillet, hogy megfelelő állapotú lakásban tudjon lakni, erre ne kelljen az átlag jövedelmének egy nagyon nagy részét fordítania. Illetve alapvetően azt gondolom, hogy itt társadalom egészségét, vagy társadalom jólétét javítaná ez, ami mindannyiunk érdeke. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, csak felvillantani tudtunk a problémából néhány aspektus, de remélhetőleg, hogy ez is elgondolkoztatott sokakat, és hát sok sikert meg erőt kívánunk ehhez a küzdelemhez, mert ez már jó hosszú ideje tart, és hát vannak ugyan eredmények, de azért maga a probléma az itt él velünk, és nem nagyon látszik megoldódni. Hát reménykedünk továbbra is, illetve az érdeklődőknek mondom, hogy akik jobban beleásnak magukat a témába, a fejezetet el tudják olvasni a weboldalunkon. Köszönjük még egyszer a segítséget. Viszont hallásra. No, Vankó Lilivel, a Habitat for a Humanity Magyarország szakpolitikai menedzserével beszélgettünk. Elszalasztott lehetőség, miért nem javítunk a rossz lakhatási helyzeten, ez volt a beszélgetésünk munkacíme. Jönnek a rövid hírek, és utána, ahogy azt hétfőnként megszokhattátok, heti kitekintő rovatunk keretében, nézzük meg, hogy milyen fontos makroadatok befolyásolhatják a héten a piacon a kereskedést. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.